Na, újra üdvözlünk mindenkit, az utolsó meccs, az egyik elődöntő, amit ma láthattok, ezzel zárjuk igazából a mai streamünket. Csak sörözni jöttünk, az egyik elődöntősünk, a másik pedig a Surprise for You, a választott mappa Sky Temple, és most fogják választani a bant a csapatok. Aki esetleg nem tudná, hogy ez a Sky Temple miről szól, maga a map, hogy milyen, annak annyit előjáróban elmondanék, hogy itt is van egy három utas pálya, tehát azt kell tudni, hogy van egy top, egy mid és egy bot lane. Az utak mellett van egy-egy oltár, amit egy kisebb, vagy négy kisebb és egy nagyobb szörny védelmez. És amíg meg tudjuk tartani az oltárt, addig az ellenség tornyait támadja. Ezek az oltárok elég nagy damage-el. Kíváncsi is leszek, hogy melyik csapatnak sikerül majd. Egy elég gyors pálya, azt kell mondjam. Ha jól tudom, ugye kéne, ha nem, akkor nyugodtan javíts ki. Hát igazság szerint, hogyha jól pozícionálnak a játékosok, és sikerül nekik zónázniuk, ugye már azt kell tudni erről a mapról, hogy ez egy eléggé zónázós pálya. És ha jól csinálják, akkor tényleg eléggé hamar be lehet pusolni egészen a kórig a fortokat, illetve a léneket. Meg lehet tisztítani szépen. Ekközben ugye Sylvanas, illetve Stitches lett a ban, amit ugye kibannoltak a játékosok. A csak sörözni jöttünkből már is Illidan Uther, illetve a Diablo 3-as, míg a Surprise for You-nál két main DPS, és a harmadik hőst várjuk, vajon ki lesz a választott. Ugye mai nap egyébként egész jó kis setupokat láthattunk, voltak érdekes setupok is, voltak jól működők, meg voltak, amik kevésbé jól működtek. A Zagara ismét elő fog kerülni. Kérdés, hogy vajon mit fognak hozni tanknak, illetve healernek a Surprise for You csapata. Csak sörözni jöttünk ből is igazából. Hiányzik szerintem még egy DPS. Igazából a utolsó karakter, hogy mit fognak hozni, az csak rajtuk áll, hogy igazából mi az elképzelésük erre a pályára. Mi a taktikuk, mit szeretnének kihozni ebből a mapból. Ugye ebbe a mappon is található egy boss, középen az alsó jungle-be, így a nevezhetem így. Amit szintén lehet ugye aktiválni, elhozni, és ezzel is ugye pusholni a léneket, egy kis jó kis map kontrollt tartani. Van, ez... annak közben a Surprise for You választotta ETC-t. Így van, és ami érdekesség, hogy Murkyt elhozták. Murkyt választotta, csak sörözni jöttünk, Murkyt választotta Abatúrral. Hát én erre nagyon kíváncsi leszek, mert megmondom őszintén, hogy amennyit én rankedeltem eddig, én még nem láttam, hogy valakit Murkyt pikkelt volna. Pedig azért szép számban rankedeltem én is már a játék alatt, de még Murkyt pikkelni versenyen se nagyon, tehát ESL League-be se nagyon láttam még. Végül is, a csak sörözni jöttünk csapat az, akit azt mondanám, hogy ő egy meglepetés csapat. Hát én azt mondanám rá, hogy lehet, hogy most csak tényleg csak sörözni jöttek, mert... De vigyázz, mert ezt gondoltuk az előző meccsnél is. Mégis. Mégis hozták, így van. Tehát igazából azért szép ez a játék, mert meglepetések vannak. Meglepetések vannak mindenhol. Okozhatnak bárki bármit. És a Surprise for You is az a csapat, aki az előző meccsnél ellenfelük volt az Easy Way to Mondokon, akik egy erős meccseket hoztak le előzőleg, és mégis ő a Surprise for You jött ki győztesen, nagyon szép meccsfordítással, és azt kell mondjam, mind a két csapat akkor egy ilyen meglepetés erősségű csapat, legalábbis számomra. Úgyhogy kíváncsi vagyok attól, hogy nem attól függ, hogy most, hogy a csak sörözni jöttünk csapat elhozta Murkyt Abatúrral együtt, érdekes kombóban, lehet, hogy azért meglepetést fognak nekünk okozni. Lehet, igazából az Abatúr Illidan kombó az nagyon erős. Az egy nagyon-nagyon-nagyon erős kombó,
hogyha azt nézzük, hogy Shield-en kívül attack speed-et is ad Illannak, amiről ugye tudjuk, hogy egy attack speed-es karakterről beszélünk. Viszont nem tudom, hogy mennyire lesz jó, mert hogyha esetleg ki is tudják fókuszálni Illannát, ami nem lesz nehéz, akkor, és el is tudják mindjárt törölni a fightból, akkor lehet, hogy az nem lesz annyira jó, a csak sörözni jöttünknek. Meglátjuk, hogy mit tudnak ebből kihozni. Eleve ugye egy hőssel mínusz van, tehát egy hős aktívan nem vesz úgymond részt a harcba, viszont egy nagyon durva support abatúr. Közben játékosok is elkezdték ugye egymást összeinvelni, egy játékosra várunk, az igazság azt illeti. És egyből indítjuk is a mappot. Kicsit még így az ágrajzra így visszamenőleg, ugye most itt láthatjuk a Surprise for You, csak sörözni jöttünk csapatát. Ugye Surprise for You-ba Boros, Prius, Halilali Papír, Anan, Takeshi, illetve Delióra játszik, míg a csak sörözni jöttünkből Fana, Vuki, Nasser, Natasi, Nescafé és Popcorn játszik. Tetszenek ezek a nevek. Azt kell mondjam, hogy mindenképp mind a két csapatnál vannak olyan karaktere, olyan játékosok és játékos nevek, amik az igazából megmosolyogtatnak. Mint például ez a Halilali Papír nagyon-nagyon bejön, tehát illetve a Popcornó, ez így elég érdekes. Lehet, hogy jó, nekem az én csak az ilyen fantáziám szárnyal ilyenkor, de én kérek érte elnézést. Na, sikerült összeinvelniük a csapatnak egymást, a csapatoknak egymást. Lassan el is kezdhetjük, amin beredíznek a hősök. Így van, de előtte még ugye skint választanak maguknak. Kis apróságokat még megbeszélik, hogy mi hogy legyen. Gondolom, hogy ki melyik lényre menjen fel. És ezzel el is kezdődik maga az utolsó mérkőzés. A mai napra. A mai napra, így van, Sky Temple map. Reméljük, hogy egy izgalmas meccsnek lehetünk szem és fültanúi. Egészen biztosan, főleg, hogy nekem ez a pálya a kedvencem. Ez tényleg ez a mindig azt mondom ugye, hogy ez gyors pálya. De én akárhányszor játszottam ezen a mapon, nekem ez volt az eddig a leggyorsabb. Volt, amikor 7 perc alatt végig lehetett nyomni ezt az adott pályát. Most kíváncsi vagyok, a két csapat az mennyire fogja egymást idézőjelesen mondhatjuk azt, hogy darálni. Így van, meglátjuk, hogy ki hogy fog hibázni, ugyanis megnéztük akkor az előző meccsbe, és ugye egy aprócska hiba, ami fordított a mérkőzésen, egy darab teamfight, ami megfordított mindent, az egész felállást, ugyanis az előző meccsen is ugye a Surprise for You early game-ben nagyon-nagyon csak hadilábon állt, és igazából így mid game fele, mikor fordították az utolsó teamfightot a saját javukra, akkor tudták bepusolni egészen a kórig a fortot, és ezzel el is pusztították a kort, és ezzel így megnyerték ugye a meccset. Ezzel el is pusztította az Easy Way to Mondokon a meccset. Igen, számukra már nem lesz easy way. De nagyon ügyesek voltak a srácok. Hozzá igen, egyébként végig szépen játszottak az easy way-es srácok is. Látszott, hogy azért összeszokott csapatról van szó mindkét oldalon. Ez for you, valószínűleg itt is lehet, hogy ki fogja hozni azt a taktikát, hogyha az ellenfél hibát követel, akkor azt ők előnyükre fogják kovácsolni. Így van, és hát így el is kezdődött igazából a játék. Mindenki kiválasztja az első trétet, amit ki szeretne húzni. Abatúr le fog menni botra, míg ugye Diablo mid és bot között fog mozogni, vagy csak miden lesz.
Zagara megy középre, Valla középen, és egy hármast láthatunk a Surprise for You-nál. Föntopom. ETC szokatlanul nem egy tank traitor kezdett, viszont Zsénát nagyon, nagyon csúnyán elkapták mindjárt így early game-be, de viszont el tudott menekülni, visszatudott. Annyira nem volt kint, hogy ez nagyon veszélyes legyen. Így visszatérve így a ETC traitjeire, a Scouting Drone, ami igazából ugye, mint lóba egy Vision Ward helyezkedik el, és mondjuk nem egy tank képességet kirakni, egy tank traitet elhozni RTC-nek. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz jól alkalmazható. Elnézést. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz jó ez a taktika. Én is lent, amit akartál is mondani, szerintem azt, hogy Boton jelenleg Diablo és Zagara küzd egymás ellen, de meg is nyíltak már a templomok. Így van, az első templom, első két templom középen, illetve fönt, ugye top lane fölött található meg. El is foglalta szépen a Surprise for You csapata, a Watch Tower-t. Míg a csak sörözni jöttünk, ugye a középső templomot foglalják be. ETC fönnmarad, és úgy néz ki, hogy inkább lejönnek középre. Középen már is elkezdődött a fight, Diablo berántotta a Malfurion-t és bodyblokkolta, viszont Illidan nem Malfurion-t fókuszálta ki magának, hanem Zagarát, illetve Vallát, és ezzel azért egy hatalmas dimist kapott be, a csak sörözni jöttünk csapata, visszaszorítva őket a templom közeléből. Jaina-nak viszont nagyon kevés HP-val menekül el, és azt hittem, hogy nem fog észrevenni Illidan, de éppen hogy csak, hogy észrevette, vagy kapcsolt még pont időbe. Viszont ez alatt az idő alatt ugye Uther meg elkezdte szólozni a fönti templomot, kisajtolni annyi lövés belőle, amennyit csak tudott. Megérkezett ugye, ha csak sörözni jöttünk csapata, Diablo ugrott be, Valla meg középről jött fel és lövi Uthert. Viszont nagyon-nagyon szépen keríti be a Surprise for You, ha csak sörözni jöttünk csapatát, Illidannak vissza kell mennie, és viszont Uthernek sincs sok HP-ja, Zakara viszont Diablo nagyon ellátta a baját. Murky Diablo páros próbálja megpiszkálni a Surprise for You csapatát fenn a felső templomnál, viszont ez édeskevés ahhoz, hogy megállítsák őket. Középen ez alatt az idő alatt ugye Uther szépen vissza szorítja Valla. És Jaina-ék is ugye toppon elkezdtek minion wave-et clear-elni. Ez alatt lent Illidan próbálja az óriásokat megszerezni. Így van, el fogja hozni ugye az Ogre-s campet alsó lénen. Ami szerintem érdekesség, hogy attól függetlenül, hogy ezt a team setupot állította össze, csak sörözni jöttünk csapata, az képest így is majdnem egy szintes előnyhöz tudtak szert tenni. Azáltal ugye, hogy Murky, hogyha meghal, nem kapnak csak töredéki szpét érte, illetve minyomolni nagyon jó vele, ezáltal plusz XP-hez tud jutni a csapat. Kérdés, hogy ez elég-e lesz későbbiek folyamán. Zagara egyedül boton. Diablo érkezik, hogy visszaszorítsa. Fönn Murky Jaina. Abatúr boton nem igazán vesz részt a harcokban. Abatúr ugye, neki ugye az a különlegessége, hogy magára rakja egy választott barátságos hősre, saját magát egy szimbiózissal. Így van. És ezáltal szupportálja azt a hőst mind attack speeddel, mind plusz damage-el.
amivel éppen tudja, amire kihúzzák ugye magát a karaktereket. Ugye valamint le tud rakni ilyen kis különböző aknákat. Itt is látható. Ezzel is ugye bónusz edzést bevinni, illetve kicsit lerágni az ellenséges csapat hőseit. Viszont föntről, mint hogyha kezdenék beszorítani egyébként a Surprise for You csapatát, ami csak sörözni jöttünk csapata. Diablo szépen kiemelte Vallát, viszont Illidan nagyon rossz helyre került, de nem őt fókuszálták, ezzel meg is tudott menekülni. Murki megy be középre, de csak piszkálja a Surprise for You csapatát. Nagyon szépen kihozta Diablo Malfurion-t, és meg is ölték. LTC maradt benn, Illidan megpróbálja Vallát, illetve Jayne-t fókuszálni. Vallára kezdett ráugrani, de viszont kevés volt, nem volt már mögötte support. Uternek vissza kellett mennie, és ez igazából a halálát okozta. Hogyha Surprise for You észreveszi, hogy itt van a tojása Murkinek, illetve most már ugye eltűnt onnan Abatúr, amit jó is tett, akkor ugye azért egy nagyobb pluszhoz tudott volna még hozzájutni a csapatuk. LTC egyedül maradt lenn, nagyon szépen body blokkolják, Diablo se engedi ki, és le is DPS-elik, és nagyon szépen meg is állították LTC-t, és még maradt egy pár lövés az alsó templomba, amit el tud hozni. Ha mi igen, csak sörözni jöttünk csapata. Éppen visszarántott a Zagarát, és azáltal a csapattársak könnyedén el tudták intézni. Nagyon jól használja a karakterét. Meglepő módon egyébként egész jól játszanak Murkivel. Egész jól használják ki a képességeit. Igen, ezért is mondtam, hogy kíváncsi leszek, hogy mit is fog maga kihozni a csak sörözni jöttünk csapata ebből a különleges karakterválasztásból. És ezek szerint jól is gondoltam azt, hogy tartogatnak számunkra meglepetéseket ezáltal. Eközben ugye Illidan még egy ogri és kempet elhozott, viszont Midlane nem találkozott Vallával LTC-vel. Fönn topon pedig Jayne és Malfurion kezdte el pusholni a lane-t. Ez alatt Murky meg bemegy majdnem a fortig, sőt be is megy. Zagara nem nagyon figyel, hogy Murky éppen a fortot lövi. Igen, Valla is eltiszti vannak miden, de nem igazán fókuszálnak rá. Ugye Zagara, aki közelebb volt, mondjuk abból szempontból jól döntött, hogy először a ugrékat ölte meg, nagyobb sebzést tudna bevinni tornyokba, mint mondjuk egy Murky, viszont Murky meg nagyon szépen kiszedi a minyomokat, és azért neki is van damage-e, hogyha engedik felrobbantani a halat. Így van, Valla is eltiszi közben, megnyomta a mid lane-t. Nagyon szépen be is mentek egészen fortig, de vissza kell menniük. Mindenképpen, míg a minionok meg nem érkeznek. Így van. Ugye föntről érkezett Illidan, aki mindjárt rá is fókuszált LTC-re, akinek kevesebb HP-ja volt. Viszont hát ez kevésnek sikerült, ugyanis nem volt mögötte senki, le voltak maradva a csapattársak. Én nem tudták szépen megölni. Viszont kiszedték Zagarát boton, még pont el tudta nyomni ugye az ultiát, ez elég sokszor lehet látni, hogy mikor meghal, még pont időben el tudja nyomni Zagara az ultit, több-kevesebb sikerrel. Illidan elkezdik fönn nagyon szépen ledépéselni. Esélyesen volt 4v1-es felállásba Illidannak. Ugye Surprise for You csapata a középső templomot igyekszik elhozni, ez alatt ugye a csak sörözni jöttünk csapata az alsó templomot hozza, miközben Abatúrnak a petje elindult top lane-en, és már is damage-eli a fortot, és úgy néz ki, hogy el is tudja pusztítani, amit nagyon szépen csinál. Csak sörözni jöttünk csapata nagyon erősen játszik, és nagyon szépen kontrollálja a mappot. Látszik, hogy nagyon összeszokottak a srácok. Igen, de azt hiszem, ne felejtsük el, Surprise for You okozhat ennek ilyen meglepetést, mert egy apró hiba a csak sörözni jöttünk srácoktól, és megfordul a meccs, ahogy az előzőn is láthattuk. Így van, szépen óvatosan kell játszaniuk. Kicsit defre kell venni, bár egyelőre a mérleg ugye csak sörözni jöttünk csapata felé billen. Lassan két szinttel fognak menni
A útját is sikerült nekik. Akarom mondani, bocsánat, Malfurion-t is sikerült nekik ugye megölniük. Most sikerült ugye LTC-t beszánolniuk, viszont ugye kevés volt a CC, így nem tudták megállítani. Illidan most érkezik föntről midre. Közben elhozzák az Ogre Campet, amit csak sörözni jöttünk, csapata. Be is ugrik Diablo LTC-re, nagyon szép sebzést kap, viszont Zagara nagyon jól nyomja el és használja el az ultiát. Jaina viszont elhamarkodta. Így pukkant is Jaina. LTC is halni fog. Hogyha nem őt, de nem, mert nem őt fókuszálják. Illidan Zagarát fókuszálta ki, viszont most, hogy stunolta a Murky LTC-t, így nagyon-nagyon csúnya sebzést tudta bevinni. Négy hős tudta kiiktatni ugye a Surprise for You csapatából. Így el is lehetne kezdeni egyébként a középső boss. Ezzel szupportálni a különböző léneken kialakuló kisebb minyom hullámokat. Fönt Illidan is hozza el a kempeket. Ez alatt az idő alatt 28 másodperc és alul aktiválhatóvá válik egy templom. Taksorozni csapat nagyon, nagyon jól elhozza magad, amit mondtad is a kempeket, és nagyon arra fókuszálnak, hogy minél tovább erősítsék az előnyüket ezáltal. Jól látom, el is hozták magát a gólemet is, amit a Surprise for You meg akar akadályozni. Amíg ők arra koncentrálnak, hogy megállítsák a gólemet, addig a csak sörözni jöttünk csapat el fogja hozni. Tehát megszerzik magát az oltárokat. Így van, és úgy néz ki, hogy Illidan Uther segítségével elhozzák a másik kempet, a másik ogrés kempet, és nem biztos, hogy elég idejük lesz leérni a Surprise for You csapatának a templomig. Mert pont most érkezik meg egyébként erősítésnek Diablo. Illidan most nyomta az ultiát, Zagara nagyon szépen elnyomta az ultit, viszont Uthernek az ultia nagyon szépen CC-zik ki Zagarát, illetve a többieket, Jaina-t is, és nagyon szépen ledimizsálték az egészet. Abatur Illidan kombó nagyon veszélyes még most is, hogyha nagyon jól játsszák, és sikerül Illidannak úgy összpontosítania, illetve kihasználni a különböző szituációkat, a lehetőségeket, akkor nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolgokat lehet végrehajtani vele. 10 másodperc, mire életnek a hősök, azzal ugye bezúzza a csak sörözni jöttünk csapata az alsó fortot. Tényleg a Surprise for You még jelenleg csak, ha bár nem csak erre újraélednek, Asurion, Zagara, illetve Jaina már él. Illetve Valla, ezt most eltűnt is felé lett, tudod megvenni magát korjukat több-kevesebb sikerrel, hiszen a csak sörözni jöttünk csapat nagyon erősen előre nyomult. Próbálják visszaszorítani a minyon hullámokat, illetve Abatúrnak az ultiját a Surprise for You csapata. Viszont a csak sörözni jöttünk csapata nagyon szépen kontrollálja az egész mapot. Ezt láthatjuk, hogy a mappon szinte az összes tábor mind piros színben pompázik. Sikerül nekik elhozniuk mindig mindent időbe. Nagyon jól időzítenek. Úgy néz ki, hogy ez a map az ő javukra fordítja az eseményeket. Sajnos nem figyelnek eléggé fönt top lane-re, hiszen ott még mindig ott van Zagarának a... Abatúrnak az ultija. Ja, így van. Ami baj, és ez a... Megint elkezdődött egy teamfight, valahol megpróbálta leultizni Illidant, viszont kiugrott belőle. Zagara jól nyomta az ultit, viszont kevésnek bizonyul. Illidannak kevés HP van, és mivel nem kapott fókuszt, ezért túl is éli. Uther mindjárt fel is illete, el is pukkant majdnem az összes hős, már csak Zagara él, de hát ő is body blokkokba, illetve a high damage-be belehal, ezáltal kapva egy majdnem 40 szekes büntetést a Surprise for You csapata. Meg is nyílik hamarosan, 15 másodperc múlva a két templom aktiválhatóvá válik, és lehet, hogy ez elég is, hogyha sikerül nekik megtartani, hogy még a kort is benyomják. Abatúr ez alatt úgy néz ki, hogy szóló akcióba kezd.
És meg is nyíltak maguk az oltárok. Négy szint a színbeli különbség a két csapatnál. Hát az már rengeteg, és már sajnos nem tudja a Surprise for You behozni ezt a négy szintet. Ez egy egyoldalú mérkőzésnek mondható. Nagyon szép map kontrollal győzedelmeskedett, a csak sörözni jöttünk. Pedig nem mondom őszintén, hogy kevesebb sikert láttam ebbe a műrkis teambe, hogy ennyire elfanolni mondjuk ezt a meccset. Hogy ez most komoly volt ez a pick, vagy nem, azt én nem tudom, de lehet, hogy... De működött. Tehát azt láttunk, hogy a csaksorozni jöttünk csapat, ha fánolásból, hanem remek végjátékot tudott hozni, sőt, kontrollat adott az egész pályát, egész idő alatt, az egész meccs alatt, úgyhogy szerintem ebben a játékban nem is lehetett igazából beleszólni. Nagyon ügyesek voltak, lehozták az egészet. Így van, és itt van az utolsó statisztika, ami éppen látható. Ugye a két csapat, Surprise for You kékben és pirosban, ugye csak sörözni jöttünk csapat, a 28-5 a killek száma, oldalakon 28 ugye a csak sörözni jöttünk csapatának, illetve 5 a Surprise for You-nak. Végzett, vagy akkor őt követi Illidan Murky. Nem számítottunk, ugye? Remek kis meccs volt, azt kell mondjam. Nem számítottunk erre a mörkis abatúros választásra, pikkelésre, de mindenképpen remek végjáték volt. Nagyon szépen hozta egyébként. Mind a két csapat ügyes volt, igazából jól játszottak, csak sörözni jöttünk nek a csapata tényleg sokkal jobbnak bizonyult olyan szempontból. Szép volt a map control, jobban kihasználták a lehetőségeket, jobban időzítették a támadásokat, igazából egy nagyon jó csapatmunkát végzett a csak sörözni jöttünk csapata. Így van, és akkor azt most el kell mondanunk, hogy akkor holnap délután 5 órakor fog lejátszódni a következő elődöntő, amit szintén élve fogunk közvetíteni, ugyanezen a Twitch csatornán. Remélhetőleg egy kicsit gördülékenyebben fog már zajlani a következő streamelés, illetve közvetítése a bajnokságnak, illetve gördülékenyebben fog menni maga ugye a játék elindítása, illetve maga a draft, illetve a hősök pikkelése. Köszönjük szépen, hogy voltatok, búcsúzunk mára. Én Kim voltam. Én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, hogy bírtátok a kommentálásainkat. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek a meccset, és én Miharu voltam, szervusztok! Köszönjük, hogy voltatok még egyszer, sziasztok!